Több mint fél évszázada folyik oktatása a Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikumi szakképzőiskolában. A szekszárdi intézmény 1954 óta foglalkozik kiemelten a vendéglátáshoz és a turizmushoz kapcsolódó szakmák tanításával. Azokat a diákokat várjuk az iskolánkba, akik ez iránt érdeklődnek. A nagyon jó felszerelt tanműhelyekkel rendelkezünk, korszerű cukrászműhelyel, korszerű tankonyhával, tanétteremmel és turisztikai szaktanteremmel. Az előző nyáron sikerült lecserélni az iskolában az összes számítógépet, a negyedik informatika teremben pedig felújításra kerültek a laptopok, ez a turisztika szaktanterem, de ugyanez elmutatva az osztálytermekre is, megújult minden osztályteremben új bútor található, és minden osztályteremben 4K-s 75 szolos interaktív kivetítő, ami azt gondolom, hogy a 21. században elengedhetetlen, tehát a korszerű tanításban, és mindehhez hozzájárul még az informatikai rendszerünk, ami szintén csak pár éves, illetve egy éve az egész iskolában egy wifi hálózat működik. A tradíció tehát ebben az iskolában a korszerű oktatási feltételekkel párosul. Ezek biztosítják azt, hogy az itt végzett diákok szakmájuk kiemelkedő képviselői lehessenek. A nyolcadikasoknak kettő területet tudok ajánlani, az egyik a technikumi képzés, a másik pedig a szakképzőiskolai képzés. Technikumban azt úgy kell elképzelni, hogy két év után választanak szakmát, ez egy 5 éves képzés. A szakképzőiskolában pedig egy év után választanak szakmát, az 3 éves képzést jelent. Technikumban a turisztikai technikus, vendéglátó, vendégtéri szaktechnikus, a szakács szaktechnikus és a cukrász szaktechnikusra várjuk a jelentkezőket. Itt tulajdonképpen 2-3 osztályra van engedélyünk, tehát a jelentkezők számától függően tudunk úgymond osztályt indítani, és a 3 éves képzésben pedig a hagyományos szakmákban, hogy így mondjam, szakácsra, pincér vendégtéri szakemberre, illetve cukrász képzésre várjuk a jelentkezőket. A szakmák jelentősége az elmúlt években hihetetlen módon értékelődött fel. A munkáltatók és a megrendelők ugyanis rájöttek, hogy a jó képességű dolgozók aranyat érnek, ha viszont nem becsülik meg őket, akkor gyorsan továbbállnak. Emiatt jelentős szakemberhiány alakult ki idehaza, ez pedig azzal is járt, hogy aki jó szakmában és jól dolgozik, ma már akár egy diplomásnál is jóval több pénzt fizet haza. A vendéglátás is ezek közé a területek közé tartozik. Egy olyan végzettséghez jutnak, bármelyik területet is választják, ami versenyképes, ami keresett szakma, és egyre jobban megbecsült szakma. A technikumban azokat a jelentkezőket várjuk, akik érettségére is számítanak, illetve annyit azt is elvárják ugye a képzéstől, illetve mindenképpen kapnak az érettségük mellé egy technikus bizonyítványt, ami egy emelt szintű érettségi tárgynak számít. És így a továbbtanulásnál tulajdonképpen egyenes út vezet az egyetemre, főiskolára, felsőoktatásba, szakirányú oktatásban, képzésben. Az új szakképzési rendszerben a diákok már ösztöndíjat és fizetést is kapnak, az iskolai éveik pedig beleszámítanak a nyugdíjba. Emellett ebben az iskolában a jól tanuló fiatalok a jövő vendéglátóipari szakembereiért alapítvány jóvoltából pályázati támogatásra is számíthatnak. A vendéglátó iskola büszke tehetséges tanulóira, itt mindig is nagy hangsúlyt fektettek a szakmájukban kiemelkedően teljesítő diákok támogatására és a versenyeztetésükre. A fiatalok pedig minden szakmában rendre jó eredményeket érnek el országosan, sőt nemzetközi szinten is. Most legutóbb éppen Grádóban voltunk, Olaszországban, egy versenyen, ami tulajdonképpen olasz iskoláknak szóló verseny. Egyedül külföldiként a mi iskolán két csapata vett részt, egy oktatókból álló felnőtt csapat és egy diák csapat, és nagy örömünkre az oktatók csapata elhozta az első helyezést erről a versenyről.
saját iskola révén eleve rendezvényekben nagyon jók vagyunk, saját rendezvényben, vagy éppen kitelepüléses rendezvényeinken, ahol nagyon jól összekovácsolódhatnak az osztályok, közösségek. Diáknapokat szervezünk, projekthéttel kezdünk, ugye minden tanítás évben. Idén kezdtük ezt, és ezt hagyományként folytatjuk. Oda beépítettünk nagyon sok olyan korábbi meglévő diákprogramot, amit nagyon várnak a tanulók, és nagyon élveznek, úgyhogy ezeket nem lehet kihagyni. Úgyhogy a diák életről elmondható, hogy meglehetősen pezsgő, ezt nagyon élvezik a tanulók. Jó hír, hogy az iskola épületét éppen felújítják, a fejlesztések pedig lassan a végükhöz érnek, így hamarosan már egy modern, a kor minden elvárásának megfelelő oktatási bázison tanulhatnak majd az idejáró diákok. A piac téren rendeztünk nem véletlenül egy nyílt napot, hiszen jelenleg ugye egy ideiglenes épületben tartózkodunk, és ezen a nagyon népszerű nyílt napon hát örömmel vették az érdeklődők, hogy a következő tanévet már a felújított Hunyadi utca 7-es számú épületben kezdjük, ami a megyének a legmodernebb iskola épülete lesz. Úgyhogy ez mindenkinek nagy öröm. Azt hiszem, hogy ez a környezet ez méltó lesz a 21. századi oktatáshoz.